eléggé nagy esélyük van arra, hogy feljussanak. Igazából elég tartalékosan érkeztünk. Meghatározó 3-4 játékosunk hiányzott a mai mérkőzésre, nem számítottam, hogy két gólt fogunk tudni szerezni idegenbe. Ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy ezzel az eredménnyel jó esélyünk lenne normális esetben arra, hogy otthon kiharcoljuk a továbbjutást. Viszont fenntartásra vannak ezzel szemben, eleve 4 játékosunk nem érkezett sérülés miatt, most kisárgultak, 3 hete volt a kiállítás, viszonylag tartalékosan fogunk otthon kiállni. Ettől függetlenül nyilván, hogy az egész szezonban most is mindent meg fogunk tenni, annak érdekében, hogy nyerjünk. Eléggé kemény mérkőzés volt, eléggé sok szabálytalanság. Én úgy éreztem az első fél időben, hogy abszolút barátságos mérkőzés volt, mi egyébként is így érkeztünk ide. Nálunk azért azt hozzá kell tennem, hogy még nem dőltek el a dolgok ezzel a feljutással kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nem bántanám a játékvezetőket, rengeteg dolog megtolhatom, maradt a másik idején, és utána ugye ebből a lehetőséggel éltek a játékosok. Jött egy kis fáradtság is ebbe a melegbe, pont a talapba váltunk, de úgy gondolom, hogy nem vadásztunk egymásra. Tehát igazából itt sérülés veszély nem áll fent. Nyilván volt tét, ahogy fogyott az idő, mindenki úgy nyomasztott azt, hogy elér minden jobb eredményt. Mennyire ismerték a félegyházi csapatot? Igazából elég késő derült, hogy kivel játszunk. Bár telefonon keresztül próbáltunk érdeklődni az, hogy mielőtt képviselnek, elmondták, hogy rutinos jó játékosok alkotják a csapatot, ez labdabirtoklás, vagy labdatartás a paszba látszott is az ellenfélen. Ettől függetlenül mi ennek az ellenszerét próbáltuk azt, hogy meg kontrákkal gyors játékosok inkább meglepi őket, úgy gondolom, hogy azért ez nagy vonalakban ült is. Mire számít a visszavágó? Így, hogy tartalékosak vagyunk arra, hogy mindenképpen sportszerű mérkőzésre készülünk, tehát mi semmilyen megtolásra nem készülünk ezzel kapcsolatban, mert tulajdonképpen nincs is mit szerintem, ez a futball lejárója és benne van, nem nekünk kell kézbe tartani a mérkőzést, úgy gondolom, hanem erre megvannak az emberek. Én azt hiszem, hogy hasonlóan X környéki mérkőzés lehet, és azt fog dönteni ki, hogy használják el a helyzeteit. Próbáltunk dominálni ugye a hazai pályán, mint ahogy eddig mindig. Hát ugye egy másik megyei bajnokot fogadtunk, ugye szintén egy jó csapat, úgy gondolom. Hát kicsit többet próbáltunk tenni a győzelemé, ugye igazából két kapu felé tartó lövésük volt a mérkőzésen. Azt kell, hogy mondjam, hogy kihasználták mind a kettőt. Nekünk is kettőt sikerült berúgni, volt még több lehetőség, sajnos ma nem ment. Ahogy az megfigyelhető volt a másik fél időben, a feszültség is nőtt a csapatok között. Igen, és én is úgy gondolom, hogy ezt el akartam mondani mindenféleképpen, hogy erről úgy gondolom, hogy nem a két csapat. Tehát két amatőr osztályban játszó csapathoz profi játékvezetőket küldtek ezzel a mérkőzésen. Kritikán alul a játékvezetés volt, én úgy gondolom. Teljesen kicsúszott a mérkőzés a kezük közül. Nem szoktam ilyennel foglalkozni, és mégis elmondom ezt, és rányomta a bélyegét arra, hogy ilyen lett ez a találkozó. De már fölmegy a pályára játszani mind a két csapat, én úgy gondolom, hogy győzelemre játszak. Hazai pályán ugye abban a bajnokságban tényleg nagyon jól szerepelt a mai vendégcsapat is. Szerintem a visszavágón is egy ilyen hasonló találkozó lehet, hogy egy pillanatnyi dolog fog dönteni. A feljutás az szóba jöhet? Tehát lehet arra pénz, stb.? Ez egy összetett kérdés. Egyelőre, addig tájtalan erről beszélni, még nem játszottad le a visszavágót. Utána még van időnk ezt átgondolni. Minden lehetőséget figyelembe kell venni, úgyhogy lehet.